Fekete-fehér tüskék sokasága, ez az indiai sül, amely Ázsia távol-keleti részének és a Közel-Kelet egyik legfeltűnőbb állata. A tüskék módosult szőrszálak, így a szőrhöz hasonlóan keratinból állnak és igen hatásosak támadás esetén. Ha az állat veszélyben érzi magát, tüskéit felmereszti és hangosan zörgeti. Amennyiben a veszély nem szűnik meg, akkor a sül használja is olykor 45 cm hosszú tüskéit, amelyekkel komoly sérüléseket tud okozni ellenségeinek. A nyíregyházi állatparkban eddig 3 ivarérett állat élt, 2 héttel ezelőtt azonban sülkölyök született. Az apróság szőrös sörtéken látta meg a napvilágot, és a tüskéi később válták csak keményé. Körülbelül 300 grammos volt születésekor, most már 2 hetesen, akár fél kilogrammot is elérhet a testtömege, és nem csak anyatejjel táplálkozik, hanem a felnőttekhez hasonlóan zöldség és gyümölcsféléket is fogyaszt. A keddi sül táplálék répa, brokkoli és káposzta volt. Egy sülnek kihívás már maga a párosodás is, és kihívás az, hogy hogyan tud anyatejjel táplálkozni. Éppen ezért az anyatermészet úgy alakította ki az ő testüket, hogy a melső területükön, a melső lábuk mellett található a csecsbimbó, így a kicsi sérülés nélkül tudja megúszni a napi táplálékbevitelt. A parkban élő 3 ivarérett állat és a kölyök éjszakai életmódot folytat, mivel látásuk nem túl jó, szaglásukra hagyatkoznak, gumók, gyökerek, lehullott gyümölcsök és bogyók után kutatnak. Mint minden rágcsálónak, ennek a fajnak is egész életében nőnek a fogai, annak érdekében, hogy rövidre koptassák, ágakat és csontokat is rágnak. A sülcsaládot a Maszáj falu mellett nézhetik meg az érdeklődők az állatparkban.